Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Megnézzük, hogy mi történik pénteken, szombaton és vasárnap. Ez a kártyacsomag ma érkezett meg, 2 hónapig vártam rá. 2 hónapig Madridban volt a vámosoknál, és papírokat kellett kitölteni, visszaküldeni Madridba, mire eldöntötték azt, hogy küldik a kártyacsomagot. Lehet, hogy azért, mert orosz csomag, nem tudom, hogy mi volt az oka, de végre megérkezett a mai napon. Igen, ez egy orosz nyelvű lenumárt kártyacsomag, és örülök neki, hiszen mi annak idején oroszul tanultunk, és úgy el tudom olvasni, meg a szavakat is nagy részét értem, például dom, az a ház, és bizonyára köztetek is sokan vannak, akik annak idején oroszul tanultak. Nem tudom, hogy a jelenlegi időszakban milyen nyelvet tanulnak az iskolában, angolt vagy németet, nem tudom. De ha gondoljátok, leírhatjátok a kommentárba. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. A pénteki nap itt van bal oldalon. A szerencse beköszönt hozzád. A ház az jelentheti az otthonodat, jelentheti a családot, jelentheti azt is, hogy szeretnél valamit kiépíteni, hiszen kell a biztonság érzete. Ez kihathat a párkapcsolatra, esetleg a munkádra. Az is lehet, hogy valaki meghív téged, vagy meglátogat téged. Itt lesz az otthonodban, a családban egy szerencsés fordulat. És mint hölgy, te itt megjelensz, te is boldog vagy, mert minden úgy rendeződik körülötted. A szombati nap itt középen látható, a gyermek jelentheti a gyermekeket, itt van a szívélyes kapcsolat, az anyagi segítség, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Amit a gyermek még szimbolikusan jelentett, egy új irány, egy új kezdet, ez kihat a szeretetre vagy a szerelemre, tehát a párkapcsolatra. És a halak nem csak az anyagiakat jelentik, a bevételt, esetleg kiadást, hanem jelentik a belső értékeket is, hogy a gyermekek értékelnek téged, fordítva ugyanígy van. Azon kívül lehet egy új irány, vagy egy új kapcsolat, kihat a szerelemre, és ott is megvannak a belső értékek, az elismerés. A vasárnapi nap az itt látható, ez a férfi beszélni akar veled, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, és ha te egy hölgy vagy, te jössz mozgásba, vagy meglátogatod őt, vagy vannak tervek, például egy változás, egy költözködés, vagy egy utazás. Itt van a csevegés, a könnyűség, és lesz egy találkozás. Ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, például ami a nyelvet illeti, a tanulást, és annak is örülnék, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép hétvégét, minden jót, szeretettel, Dendera!